Na, Veronika, akkor mondd el, hogy... Ez... Igen. A rajz... Igen. Két év múlva készült, amikor egy ember ezt csinálta. Két év múlva készül? Igen. Még nincs kész? Tehát két év múlva lesz teljesen kész, jó? Oké, okay, mondjad tovább. És... És... A rajz akkor készült, amikor két évben az a bácsi már meghalt. Igen, mikor meghalt a bácsi. Igen. Azt mondd el, hogy az ott micsoda? Az ott. Láttam az addig a izébe, és akkor meg kifolyik belőle a gáz. Nap tömörödik, és kifolyik belőle a gáz, és az hogy milyen hatással van az emberekre? Az betegséget okozhat. Uh-huh. Az ott micsoda? Melyik? Az ott, ott az. Ez. Uh-huh. Az ott kicsoda? Az én vagyok? Uh-huh. És én hogy? De azt most még egyszer mondd el. Azt most még egyszer mondd el, az én vagyok, de mit csinálok ott fönt a világűrbe? Hm? Azt képzeld, hogy megenned a marslakók kajáit. Igen? Vannak marslakók? Nem. Nincsenek? Én! Danika azt mondja, hogy én. Na azt mondd meg nekem, hogy az a nagy micsoda. Az a nagy. Hú. Az egy. Az egy félelmetes, vagy egy kevésbé félelmetes bolygó? Hm? Miért van különböző színe? Mondd el. Meséld el a rajzodat. A nap folyadékolik ebbe a napsugárba. Igen? És átmegy ebbe a izébe. Ez lesz itt most. Igen. Egy bolygó, amiből kifolyik a levegő. És a levegő... Az emberekből kifogyik a levegő, és így elszámázódik ebbe. Átáramlik oda? Mm-hmm. Uh-huh. Jól van. És azt mondják, hogy ez a pici pont micsoda? Az egy nagyon érdekes kis pont. Az micsoda? Hát az a napnak a tömörödése, befejeződése. Uh-huh. Értem. És ez micsoda? Ha ez itt befedekedik, akkor kész van már a levegő. Uh-huh. És visszaáramlik a levegő? Visszapumpálódik a levegő? Igen. Oda? Az emberek agyába. Az emberek agyába visszapumpálódik a levegő. Igen. Aha. És akkor meg... Meg? A nap elfogyik neki a levegője, és ő meg... És átfolyamodik ebbe. Uh-huh. Tudod, most... Vágom. Meg...